A shopba bedobták egyszerre Spicy Dynamite-ot és Boombox Brock-ot. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, én Evigdor vagyok, ez pedig itt a Kocka Zóna csatorna. A mai videóban azt láthatjátok majd, ahogy Zepi kollégával, vagyis hát ő az egyiket, én pedig a másikat, megvesszük a két skin, amit a Supercell bedobott az item shopba. Ezek nem voltak mások, mint a már említett Dyna, vagyis Spicy Dynamite, és a Brockra a Boombox Brock. Szerencsére nagyon le voltak árazva eredeti árukhoz képest. Első körben azt láthatjátok majd, hogy én egy nézőnkkel gemgrabet fogok tolatni. Nézzük is meg ezt! Szóval ez a game ennyi volt, elég izgalmas lett a végére, mivel épp hogy meg tudtunk nyerni, és a végén wifi problémákkal is küzdöttem, habár nem is olyan komolyakkal. Mint észrevettétek, most nem kommentáltam a videót, azért mert úgy gondolom, hogy egy ilyen jellegű videónál ez nem feltétlenül szükséges, ja és köszönet Adriánonnak, hogy segített elkészíteni ezt a részt. Most pedig nézzük meg Zepi kolléga játékát, ahol egy solo showdown fog tolatni az új skinnével. Nézzük is meg! Hogy végignéztük a második gémet, közeledünk a videó vége felé, de mielőtt befejeznénk, tudjátok, egy kis önpromó, meg szokásos dolgok.
Szóval elsősorban csekkoljátok le az Instagramunkat, mert megéri. Második dolog, hogy továbbra is várjuk tőletek az alkotásokat, és a harmadik pedig, hogy nyugodtan szálljatok be a nézői klubunkba, a Cube Zone-ba, és amennyiben nem éritek el a kupa limitet, ajánlani tudom a Cube Zone 2-t, ahol egy kedves ismerősünk a leader, és ugyanolyan jó színvonalas klán, mint a nagy, csak nincs annyi kupája. Igazából, köszönöm szépen, hogy végignéztétek, ha érdekel, hogy ezt a videót hogyan raktuk össze, akkor lessétek meg a leírást. Köszönöm, hogy végignéztétek, hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!